60 perc játék is elegendő volt a Kistex legyőzéséhez. Nagy József edzője a fiatalokat dobta be ezen a találkozón. A középszakasz alsóági mérkőzésen a KRC a Kistexet fogadta a Messzi István sportcsarnokban. Nagy József edző pihentetett és egyben fiatalított, mert a Magyar Kupa visszavágó után igazán ráfért a fiúkra egy kis pihenés. 7 hétig volt csak szoros az első szett, 10 hétnél időt kért a Kistex mestere, de ez sem állította meg a kecskeméti hengert. A 25-17-es szettgyőzelem után jöhetett a folytatás, fiataljaink egy kisebb holdpont után magabiztosan hozták a szettet. A harmadik játszma még egyértelmű volt, a megtört Kistex gyorsan hátrányba került, és onnan már képtelen volt visszakapaszkodni. Nem tudtuk, hogy milyen kezdővel fog felállni a Kecskemét. Ugye történtek változások itt az elmúlt napokban, ügyesen megoldották a frissen beállt játékosok, jó csapategységet alkottak, nálunk ez ma hiányzott. Vagy a Kecskemét billenése, vagy egy kicsit a mi energiáink felerősödése, talán a kettő így igaz. Nem volt valós, tehát sodródtunk az eseményekkel, egyszer időkérés után úgy tűnt, mintha a csapat elindulna, valami érzelmeket bevittek a pályára, de ahogy ellenállásba ütköztünk, úgy ez elkopott. Én a Kecskemétet nem minősíteném, ügyesen jól játszottak ma, mi gyengék voltunk. Tehát ez a két dolog így nagyon nagy ellenpólus, és nem is tudott ma más lenni azért az eredmény. Lehetne itt álmodozni, meg mellé beszélni, más cél nincsen, de ahhoz is több kell. Tehát ez semmire nem elég. Ez egy igazán emészhető mérkőzés volt. Akik nézték a mérkőzést, azok elég sok szép megmozdulást láttak a fiatalaljainktól. Ők is egész koncentrációval játszottunk végig, betartottuk a szabályokat, amiket akartunk. Én úgy gondolom, hogy ez egy nézhető mérkőzés volt. Próbáltam pihenőt adni azoknak a játékosoknak, akik igazából eddig végigjátszották a szezonnak a nagy részét. Ugye ez volt az alapkoncepció is az alapszakasz után, de ugye az előző MAFS mérkőzésen ez nem sikerült, mert a fiatalok azok betegség miatt nem tudtak megjelenni a mérkőzésen. Ez volt alapban is a tervünk. Sima 0-3 volt idegenben, a pénzügyi otthonában. Mi történt? Úgy gondolom, hogy az első szettet jobban kezdtük, mint a pénzügyőr. Egészen olyan 8-ig talán sikerült is tartani magunkat, és hogy a pénzügyőr belerendült a játékba, elkezdte felvenni a játékunk a ritmusát, kezdett szép lassan felénk nőni. Mi ezt nem tudtuk követni, nem tudtuk megugrani ugyanazt a lovat, amit ők megugrottak. A második szettből beragadtunk ugye az elején, a Magyar Bálint, az megszervált minket, azt hiszem volt talán 6-1 is. Honnan felállni, az már úgy érzem, hogy a srácok megtörtek lelkileg. A bajnokságban a következő mérkőzésünk a MAFC ellen fogunk játszani jövő héten. A kupában megvárjuk a Kaposvár Barcika párharc győztesét. Nagy József edző elképzelése bevált, a nagyok pihentek, még a fiatalok bizonyítottak.